another there in my heart. Kezdjük a második előadásunkat, tehát akkor még egyszer én is elkezdem. Nagyjából 3-4 perc múlva a magyar futball gazdasági alapjairól fogunk majd beszélgetni. Arra kérek mindenkit, hogy akit érdekel a téma, azt kérem, hogy jöjjön be a terembe és foglaljon helyet, és aztán pár perc múlva akkor beszélgetünk a TAO támogatásokról is természetesen, mint talán azt gondolom, hogy az egyik leginkább mindenkit foglalkoztató kérdésről. Köszönöm. Feljel lefelé járnak. És uraim, akkor elkezdjük a második beszélgetésünket. Szeretném bemutatni önöknek az asztalnál helyet foglaló meghívott vendégeinket, dr. Gudra Tamást, az MLS gazdasági igazgatóját, Bardóczi Gábort, a Nemzeti Sportintézet igazgatóját, Dénes Ferenc sportközgazdást és Lelkes Tamást, az Ernst & Young senior menedzserét. Ők fognak tehát majd remélhetőleg válaszolni azokra a kérdésekre, amelyeket majd önöktől várunk. Lesz megint csak két prezentáció, ezt azoknak mondom, akik esetleg az előző szekcióülésen nem voltak jelen. Tehát nagyjából a forgatókönyv az úgy fog kinézni, hogy lesz két előadás, és ezt követően pedig egy ilyen interaktív kérdez-felelek beszélgetést szeretnénk majd, ahol természetesen önök föltehetik a kérdéseiket, majd jönnek a mikrofonok, és akkor ezt szeretnénk önökkel is csinálni. Elsőként Lelkes Tamást szeretném fölkérni, hogy tartsa meg előadását. Hölgyeim és uraim, sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Lelkes Tamás vagyok, Ernst & Youngtól, a világ egyik legnagyobb könyvvizsgáló és tanácsadó cégétől. Mi vagyunk a Magyar Labdarúgó Szövetség könyvvizsgálói, és én fogok röviden beszélni önöknek az új pénzügyi forrásokról, amik a magyar labdarúgásba áramlottak. A államtitkár úr néhány esetben példálozott a németekkel, és hadd beszéljek én is röviden a németekről. Németország, amikor az 50-es és 70-es évek után, 1990-ben harmadszor is feljutott a futballvilág trónjára, és megnyerte Rómában a világbajnokságot, Lineker elmondta a híres mondatát a németek örökös győzelméről, akkor a német
labdarúgó kluboknak a vezetői nem biztos, hogy ugyanúgy felhőtlenül éreztek, mert tudták, hogy a német kluboknak a legjobb, a Németországnak a legjobb játékosai azok Olaszországba játszottak akkor már. A Bundesliga kezdett lemaradni a három másik nagy top európai bajnokságtól, és mondjuk a német labdarúgás zászlós hajója Bayern München már egy évtizedes periódusban, a 80-as évek közepétől és a 90-es évek közepétől végig nem jutott be nagy európai kupák döntőjébe. Ez se előtte, se utána nem fordult elő, és ekkor a Bayern Münchennél óriási lépésekre szánták el magukat. Azt mondták, hogy, és számomra, mint egy laikus futball szerető számára két olyan lépés látszik, ami nagy lépés volt, de csak hosszú távon tette meg a hatását. A 90-es évek végén elkezdtek gondolkodni azon, és a 2001-ben elkezdték építeni az új arénájukat, ami egy a világ legkorszerűbb stadionjává vált, amikor a világbajnokság előtt átadták 2006-ban, illetve óriási pénzeket öltek az utánpótlásukba. 2012-ben, mi korábban ezt a csapatot, ezt a Bayern Münchent úgy csúfoltuk, hogy FC Hollywood, mert mindig egy ilyen összevásárolt sztárokból álló csapat volt, gyerekkoromban így emlegettük őket, de gondolták-e volna azt, hogy 2012-ben, amikor a BL döntőben, ráadásul saját stadionjukba kifut ez a gárda, a Bayern München, akkor a kezdő 11-ben 5 saját nevelésű játékos volt már azon a meccsen. Tudják, mi volt a jelszava a Bayern Münchennek, amikor ezt az új utánpótlás képzést kifejlesztette? Aki örömmel dolgozik a jövőért, annak van jövője. Továbbra is és örökre bízom a magyar futball jövőjében. Most én röviden fogok beszélni a magyar futball közelmúltjáról és jelenéről, de szigorúan csak a pénzügyi vonatkozásokban. Mi az Ernst & Youngnál 2011-ben készítettünk egy elemzést, ami a magyar első osztálynak a 2010. évi költségvetéseit, kiadását nemzetközileg összehasonlítja, és erre az elemzésre többször fogok majd utalni az előadásom során. Az elemzésben megpróbáltuk összehasonlítani olyan országokkal a magyar labdarúgásban a gazdasági adatokat, amelyeknek a népessége, a gazdaságnak az ereje, a GDP-je mondjuk hasonló a magyar országéhoz, illetve a magyar a labdarúgása az UEFA rangsorban, a ligája nagyjából hasonló helyen áll, mint a magyar a labdarúgó liga. Ebben 10 ország szerepelt, néhány ország azért jóval előrébb jár, mint mi, Svájc, Ausztria, Belgium vagy Görögország néhány aspektusban, de és mondjuk néhány hasonlóan, mint mi, mondjuk Szlovákia, de találtunk olyan országokat, a cseheket, a románokat és a horvátokat, akiknek a gazdasági adataik és a népességi adataik átlagban nagyon hasonlóak Magyarországéhoz, így ezáltal elég jól hasonlíthatók ezek az adatok. Azonban az egyből látszott, hogy ezek az országoknak a ligája a 20. hely körül áll az európai rangsorban, míg mi a 30. hely körül állunk, úgyhogy ezek érdekes következtetésre adtak lehetőséget. 2010-es adatokon dolgoztunk, és csak az első osztály adatait vettük alapul, és azt láttuk, hogy a magyar első osztályban körülbelül 11 milliárd forint volt a teljes éves költségvetés. Hogy miből áll össze, ezt önök is láthatják ezen a diagramon. A legnagyobb része ennek, mintegy 6,5 milliárd forint, az a bérek és a bérjellegű kifizetések, de ez így van Európában mindenhol. A legutóbbi UEFA tanulmány szerint a bérek azok az európai kluboknak az átlagos költségvetésének 2/3-át teszik ki. A magyar kiadások között a versenyeztetés és az értékcsökkenés viszonylag alacsony összeget képviselt. Ugye a stadionoknak a nagy többsége önkormányzati tulajdonban van, és a klubok az önkormányzatoktól bérlik ezeket a stadionokat, és a bérleti díj az nem mindig volt piaci alapú, tehát jóval kevesebbet fizettek a klubok ezért. Ebben a tanulmányban próbáltuk ezt piaci alapra hozni, a bérleti díjat, az a versenyeztetés költségei között szerepel, és hát az értékcsökkenés, ami még szintén alacsony, ami hát abból adódik, ugye, hogy nem a saját könyveikben vannak ezek a stadionok a magyar kluboknak. Ami ebből látszik, vagy mondjuk így, hogy nem látszik, hogy az orvosi költségekre szinte alig költenek a magyar csapatok, hogyha van valamilyen komolyabb beavatkozás, azt már a TB keretében végzik, az állami intézményekben. A
Ami még látható, hogy körülbelül 700 millió forintot fordítottak utánpótlás nevelésre. A fő üzenet ebből, hogy abból a pénzből, ami a 11 milliárd forint volt a magyar futballnak a 2010. évi kiadásai, a magyar első osztály 2010. évi kiadásai, abból nagyon kis hányadot fordítottak utánpótlás nevelésre és létesítménygazdálkodásra. Mik voltak a bevételei a magyar első osztálynak? Ez két részből adódik össze. Az első a normál bevételek, a másik pedig a úgymond eseti, egyedi bevételek. A normál bevételek közül, és ezek körülbelül összhangban vannak, 5,5-5,5 milliárd mind a kettő. A normál bevételek közül a legnagyobb rész, körülbelül a fele a normál bevételnek az a reklámból adódik, körülbelül negyede a közvetítési jogokból, ami érdekesség, hogy a reklám az viszonylag, tehát az egyáltalán nem azonos mértékben jelenik meg a csapatoknál, a közvetítési jogokban viszonylag kiegyenlítettebb ez a bevételi struktúra. Ami még egyértelműen látható, hogy a jegyekből és a bérletek eladásából a magyar kluboknak nagyon alacsony a bevételük, illetve a kereskedelmi bevételek az szinte minimálisak. Az eseti bevételek közül az első rész, az a 1,5 milliárdos rész, abból 1 milliárd forint körülbelül a játékos transferből adódik, és 0,5 milliárd forint pedig az UEFA által a nemzetközi kupákból való szereplés jogán folyósított összegekből. Ez az év, ez 2010. év volt, ugye ebben az évben Debrecen az Európa Ligában a főcsoportjába tudott eljutni, tehát az egy viszonylag jobb év volt. Egy évvel korábban, 2009-ben a Debrecen az a Bajnokok Ligájába szerepelt a csoportkörbe, akkor körülbelül 1,5 milliárd forintot tett ki az UEFA bevétel. Ugye ahhoz utána, ami 2011 az egy gyengébb év volt, most várhatóan 2012 ismét egy jobb év lesz a Videoton szereplése miatt. Ami még egyértelmű, hogy a tulajdonosoknak hozzá kell járulniuk ezekhez a bevételekhez, hát ennek több formája is lehet, vagy tőkét emelnek a klubokban, vagy tulajdonosi kölcsönt nyújtanak, vagy akár korábbi tulajdonosi kölcsöneikről lemondanak. Ezeket a bevételeket próbáltuk érzékeltetni nemzetközi összehasonlításban. Tehát amit mondtam, hogy 11 milliárd forint egy éves a magyar első osztálynak az éves kiadása, ehhez párosul 5,5 milliárd normál bevétel, és 1,5 milliárd bevétel a játékos eladásokból és az UEFA-tól. Tehát ebből egyértelműen látszik, hogy van egy 4 milliárdos finanszírozási hiány, amit a tulajdonosoknak kell pótolnia. Ez a világon mindenhol így van azért, hogy a tulajdonosoknak be kell szállniuk a költségvetésbe, a mérték az természetesen eltérő időszakonként és országonként is. Ami a legelején említett összehasonlító tanulmányból azonban látszik, hogy a Magyarországnak a népessége és a gazdasági ereje az akkora, hogy ebben az első osztályban nem 11 milliárd forintnak kellene lennie, hanem nemzetközi összehasonlító adatok alapján, illetve ezek adatok alapján mintegy 18 milliárd forint is lehetne piaci alapon a magyar futballban. Miért is van ez? Csak egy példát mondanék. Tehát amint korábban említettem, a jegybevételből nagyon alacsony a bevétele a magyar kluboknak, körülbelül olyan 6-700 millió forint. Ez ugye az átlagos 3000-es nézőszámot tükrözi. Hogyha mondjuk ez az MLS stratégiájához illeszkedően ez 9000-re fel tudna menni, tehát háromszorosa lenne a nézőszám, illetve ahhoz viszonyítva, hogy egy horvát, cseh és román futballszurkoló körülbelül kétszer annyit költ GDP arányosan a saját országának futballjára, mint egy magyar futballszurkoló, tehát a jegyek akár duplája annyiba kerülhetnének, ezért azt a 6-700 millió forintot piaci alapokon meg lehetne növelni, mint egy 3 milliárd forinttal, és ez további forrásokat jelentene a magyar futballnak. Ugyanilyen alapon számítottuk ki a közvetítési jogoknál, a reklám bevételeknél és a játékos eladásoknál azt a többlet potenciált, ami a magyar futballban van, és így kimondhatjuk, hogy összesen a jelenlegi 6,5-7 milliárd forintnyi normál és eseti bevételhez képest még kb. 11 milliárd forint áramolhatna a magyar futballba piaci alapon. Ugye a 2011 évtől új támogatások jelentek meg, egyrészt ugye a TAO támogatás, amiről sokat fogunk beszélni, illetve a költségvetési támogatás, ami az akadémiákat támogatja, és ezek
amiket hasonlítottuk össze a magyar futballban 2010 év előtt meglévő összegekhez. 2010-ben ugye 11 milliárd volt az első osztályban, hogyha vesszük még ezen kívül a válogatottat, az alacsonyabb osztályokat, akkor az egész futballban körülbelül 16 milliárd forint volt. Ehhez képest 2012-ben, ugye 2011-et még nem veszem ide, mert az egy tört év volt a TAO támogatásban, további 28 milliárd TAO pénz áramlott a magyar futballba. Ezt még megtoldott a 2 milliárd forint, amit a költségvetésből az akadémiák fejlesztésére lehet fordítani, és így összesen a magyar futballban 2012 évben mintegy 43 milliárd forint volt. A TAO támogatás, ez a 28 milliárd forintos összeg, ez egyrészt fedezte azokat a versenyeztetési költségeknek a 90%-át, amit ugye korábban 100%-ban a kluboknak kellett kifizetniük, illetve amit említettem, hogy kb. 700 milliót költöttek utánpótlás nevelésre a klubok, ezt is fedezte. Ezen kívül azonban óriási többlet finanszírozási lehetőséget nyújtott mind az utánpótlás nevelésben, mind a létesítménygazdálkodásban. Amit mondjuk összességében el tudunk mondani, hogy ez a 43 milliárd forint, ez visszatérve a Bayern Münchenre, ez a Bayern Münchennek a költségvetésének mintegy fele, tehát az egész magyar futballban így is, a támogatásokkal együtt is fele annyi pénz van, mint a Bayern Münchenben, és mondjuk harmada annyi, mint a Real Madrid. Ami pedig még így elmondható ezek alapján, hogy a magyar futballban jelenleg 2,5-szer annyi pénz van, mint 2010-ben. Hogy mikre mentek, vagy mikre megy a TAO támogatás, ezt nagyon fontos vizsgálni, és ez ugye két programból áll össze, az a 28 milliárd forint, egyrészt van az MLS programja, ami olyan 7 milliárd forint, és vannak a sportszervezetek programjai, ami összesen 20 milliárd forintot tesz ki. Ebből az előbb említettem a versenyeztetés költségeinek csökkentését, az MLS programjában a legnagyobb tétel, de mind az MLS-nél, mind a sportszervezeteknél a két legfontosabb program, amire a legtöbb pénz fordítódik a TAO-ból, és ahogy látható a sportszervezeteknél 10-10 milliárd forint, az a létesítménygazdálkodás és az utánpótlás nevelés. Ezekből az adatokból milyen fő konklúziókat tudunk levonni? Az első az az, hogy a magyar futballban 2010 év előtt kevés pénz volt. Kevés pénz volt ahhoz képest, hogy mekkora Magyarországnak a lakossága, és mekkora Magyarországnak a gazdasági ereje. És ez az eredményesség rovására ment, mert folyamatosan kevesebb pénz volt benne, mint amennyi mondjuk nemzetközi összehasonlításban van, amennyi a népesség és a gazdasági erő alapján lehetett volna, piaci alapon. Ehhez képest azok az új források, mind a TAO, mind a költségvetési pénzek, ezek jelentős új forrásokat jelentettek, és ez nagyon megnövelte ezt a pénzt, ami a magyar futballban van. A TAO-nak a felhasználása legnagyobb mértékben a létesítménygazdálkodásra és az utánpótlás nevelésre ment, és itt évtizedes lemaradásokat próbált helyettesíteni, vagy valamilyen mértékben pótolni. Mivel ezek a fejlesztések előbb-utóbb a magyar futball fejlesztésére fognak, tehát a játék javulására fognak, tehát ebben is látható fejlődés, ezért ezek majd elősegítik ahhoz, hogy piaci alapon is több pénz kerüljön a futballba, mivel van lehetőség erre, azt az adatok egyértelműen mutatják. Engedjék meg, hogy röviden hazabeszéljek, és hogy mivel mi könyvvizsgálók vagyunk, az ellenőrzés fontosságára felhívjam a figyelmet, ugye ez egy új rendszer, és emiatt és nagyon nagy pénz van ebben, úgyhogy az ellenőrzés nagyon fontos, mind amit az MLS végez, mind amit az NSI végez, és mind amit a könyvvizsgálók végeznek az egyes labdarúgó kluboknál, az ellenőrzésnek nagyon nagy szerepe van. Egy utolsó visszatérés a Bayern Münchenre, ugye, amikor építették az új arénát, ott sem voltak mentesek korrupciótól az ügyek, úgyhogy ez, az ellenőrzésnek óriási szerepe van. És az utolsó az pedig, hogy mind az ellenőrzésben, mind a programnak az értékelésében az egy nagyon fontos szempont, hogy mivel ezek a pénzek az utánpótlás nevelésre és a létesítménygazdálkodásra mennek, ezért, hogy ezeknek mikor lesznek jótékony hatásai a magyar futball színvonalára, azt majd a jövőben tudjuk igazából érezni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Lelkes Tamásnak az előadását. Most Bardóczi Gábor következik, majd a Nemzeti Sportintézet igazgatója. És remélem, hogy
ő nem fogja annyit bántani a Bayern Münchent. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én is nagy szeretettel köszöntöm Önöket. A Bayern München tényleg nem fogom bántani, mert Németországban azért egy igen jelentős, sőt európai szinten is egy igen jelentős klubról beszélünk, bár hogyha a Milánról beszéltünk volna, vagy éppen tanár úr kedvencéről, a Manchester Unitedról, akkor egészen más hangulata lett volna itt az asztalnak. De visszatérve, nagyon sokat hallottunk arról, hogy ugye a TAU az megjelent a magyar sportban, nagyon sokat hallottunk arról, hogy ilyen-olyan hatása van, és nagyon sokat hallottunk arról, hogy az elkövetkezendő időszakban ez az a támogatási forrás, ami megalapozhatja a magyar labdarúgásnak és hát az öt látványcsapat sportágnak a jövőjét. Nézzük meg akkor egy kicsit közelebbről a TAU támogatási rendszernek a számait. Ugye látható a 2011-12-es támogatási időszakra, aminek már lezárulta van, és ugye már a 12-13-as támogatási időszaknak, bajnoki évadnak javában zajlik a folyamata, illetőlegesen az elköltése. Látható, hogy 94,8 milliárd forint volt az az igény, ami az öt sportágból, ebből az 1550 sportszervezetből és az érintett szövetségek részéről megfogalmazódott. Ez volt az, amit előbb hallhattunk, ami az elmúlt 20 évben szerették volna a sportszervezetek bepótolni azt a hiányt, azokat a sporteszközöket, sportfelszereléseket, a létesítményfejlesztéseket, ami első körben megfogalmazódott az ő részükről. Hogyha megnézzük, hogy ez a 94,8 milliárd forintból mi az, ami lehívásra kerülhetett, vagy amit jóvá hagytak a döntéshozók, látható, hogy 45 milliárd forintnyi volt az a támogatási lehetőség, amit megkaptak a sportszervezetek, beleértve a szövetségeket is, hogy megvalósíthatják a sportfejlesztési programjaikat. És ebből a mostani adataink alapján nagyságrendileg 33,5 milliárd forint volt az, ami az öt sport ágban bekerült, és ezt ténylegesen felhasználásra került. Ugye ezen belül látható, hogy a labdarúgásban 38,7 milliárd forintnyi támogatási igény fogalmazódott be, amiből 27,4 milliárdot hagyott jóvá a szövetség, és nagyságrendileg 20 milliárd forint az, ami ténylegesen lehívásra került és elköltésre került. Ha megnézzük százalékos arányban, azért jól látható, hogy az átlaghoz közelítve a labdarúgás mintegy 71%-ban sikerült a jóváhagyott támogatásokhoz képest megvalósítani a programokat. Mi lehet ennek az oka, hogy nem 100%? Ugye több oka is van, de hogyha elsősorban meg kell néznünk, hogy mi áll mögötte, akkor látható az, hogy ez egy új finanszírozási konstrukció volt. Rengeteg olyan vállalkozás volt, akinek ugyan volt társasági nyerességadója, de nem adott a sportszervezeteknek, mondván, hogy megnézi azt, hogy a többieknél ez hogy működik, és a következő évben fog csatlakozni. Illetőlegesen pont azért, mert új konstrukció volt, éppen ezért a sportszervezeteknek is nehézséget okozott összeszedni. Nagyságrendileg 200 olyan egyesület van Magyarországon, akinek az első időszakban, támogatási időszakban nem sikerült lehívni egyetlen egy forint támogatás sem. Ha megnézzük a magyar labdarúgásnak az országos lefedettségét, akkor szintén egy érdekes képet kaphatunk. Az országos átlagban azt lehet mondani, hogy 744 településben volt érintett valamilyen formában a TAU támogatási rendszer, amiből egyébként a labdarúgás 728-ban volt jelen. Az 1550 sportfejlesztési program ugye így osztott meg, ebből ugye 1078 volt a labdarúgásban. Ha megnézzük a települési statisztikákat, akkor látható, hogy a megyei jogú városok mindegyikéből érkezett valamilyen formában TAU támogatási igény, a városokból meghaladta 85%-ot az igény, viszont a nagyközségek, községeknél már nem volt ilyen jó az arány, hiszen a nagyközségek esetében 51%-os, a kisközségek esetében pedig nem érte a 15%-ot a részvételi azonosság összességében. A magyar települési hálózatnak mintegy 23%-a érintett valamilyen formában a TAU támogatási rendszerből. Ha megnézzük a 12-13-as változásokat, akkor látható némi bővülés, hiszen most már 873 érintett településről beszélünk, és a labdarúgásnak a száma is megnövekedett ezen érintett településeknél. Természetesen néhány kieső települést is láthatunk, de rengeteg az új belépő. Ugye most már több mint 2000 kérelemről beszélünk a 2012-13-as támogatási időszakból, amiből a labdarúgás 1330 kérelem, vagy labdarúgásból 1330 kérelem érkezett be.
Ez egy nagyon érdekes statisztikai adat a labdarúgás tekintetében, és egy kicsit meg is állnék, hogy a Magyarországon a nem kedvezményezett kistérségben lévő településekben a labdarúgás 362 településben érintett, ugye a 728-ból, és hogyha azt vizsgáljuk meg, hogy bármilyen társadalmi, gazdasági vagy infrastruktúrális szempontból elmaradott településről beszélünk, és azt nézzük meg, akkor a magyar labdarúgásban elmondható, hogy a beérkezett kérelmekből 50%-ban, több mint 50%-ban a kérelmeknek a száma az, amelyik ezen hátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő településekről érkezett meg. És hogyha megnézzük a mögöttes tartalmát, hogy ténylegesen mekkora támogatást kaphattak ezek az egyesületek, amelyek ezekből a településekről nyújtották be a kérelmüket, akkor a nagy átlaghoz képest, ami ugye a labdarúgásban ez a 72%-os lehívási arány volt, akkor elmondható, hogy a hátrányos helyzetű kistérségekben kivétel a leghátrányosabb helyzetűnél, ott azért nem ilyen jó a lehívási arány, de a többinél meghaladja az átlagot, 80% fölötti az a lehívási arány, amivel tudtak élni azokban a kistérségekben lévő sportszervezetek. És ez így néz neki térképen. Érdekes, a térképen meg lehet nézni, hogy ugye minél sötétebb a szín, annál hátrányosabb helyzetű kistérségről beszélünk, és nagyon érdekes, hogy mondjuk a Hajdú-Bihar megyének a területi lefedettsége meghaladja a 90%-ot, addig mondjuk a Somogyi, Borsodabaúj-Zemplénben, Zalába, Baranyában nagyon minimális, és Nógrádban egészen pontosan nem éri a 2%-ot a területi lefedettsége azonnak a településeknek, ahonnan tavót nyújtottak be a labdarúgásba. És hát akkor nézzük meg egy kicsit olyan szemben, amit majd nyilván az asztalnál és a későbbiek folyamán is részleteiben fogunk boncolgatni, hogy milyen is a TAO finanszírozási rendszer, illetve mi a hatása. Ugye lehetett hallani, hiszen többször elhangzott, hogy nagyságrendileg a 2012-13-as támogatási időszakban 40 milliárd forint az, amit az öt sportág, illetve az öt szövetségek és a Magyar Olimpiai Bizottság felhasználhat, mint támogatást. Ez a 40 milliárd forint azért láttuk, hogy elsősorban létesítményfejlesztésre és utánpótlás nevelésre megy, de azért rengeteg mögöttes eredmény van, amit már másfél év után láthatunk. Van átlagosan az öt sportágban egy több mint 20%-os létszámnövekedés, ami úgy gondolom, hogy elég jelentős. Megnéztük ugye a 2009-2010-es bajnoki szezontól folyamatosan, és a jelenlegi nevezések alapján most már ugye 129%-os növekedés mutatható ki a sportágakban, ami egyébként többek között a TAO-nak, illetve a kormánynak a támogatási rendszeréhez való hozzáállásán köszönhető. Ha megnézzük ezt labdarúgásban, akkor ugye a Bozsik programmal együtt most már meghaladja 220 ezer főt az, ami a labdarúgásban résztvevők, vagy egyesületi, vagy pedig lenne ugye iskolai szinten a Bozsikban, de hogy igazolt versenyengedélye rendelkező sportolókat nézünk. Ugye ennek a létszám növekedésnek lenne egy tagdíj növekedése, ami ugye megmarad az egyesületeknél, amit el kell árulnom, hogy kiszámoltuk a tegnapi nap folyamán ennek a növekedését, és siralmas szám jött ki, mert összesen, ha az érintett 1330 sportszervezetet nézzük, vagy de nézzük a több mint 2000 labdarúgásban meglévő sportszervezetet, akkor éves szinten a tagdíj növekedés nem éri el a 100 millió forintot, ami az egyesületeknél, hogy a létesítmény fenntartása, vagy éppen a működésnek a költségeinek a finanszírozásra lehetne fordítani, úgyhogy itt még van bőven lehetőség növekményre. Vagy a másik, amit a Magyar Labdarúgó Szövetség az amatőr versenyeztetési költségek csökkentésével tett lehetővé, ami ugye 90%-ban csökkentette a versenyeztetési költségeket, ugye a tavalyi évben 2,1 milliárd forintot jelentett ez, a 2012-13-as bajnoki szezonban pedig 2,4 milliárdot, ami az MLS részéről 99%-ban meg is valósult a tavalyi évben, úgyhogy ez ténylegesen viszont megmaradt az egyesületeknek a zsebében, amivel a működésükre, illetve a fenntartásra vonatkozó forrásaikat tudták növelni, és tudtak ezzel foglalkozni. Van egy másik eredmény is, amiről állandó vitáink vannak a Nemzetgazdasági Minisztériummal, ez pedig lenne azok az egyenlegjavító hatások, amik egyébként közvetetten és közvetlen módon is megjelennek a TAO támogatási rendszerből, hiszen nem csak azt látjuk, hogy 40 milliárd forint áramlik a magyar sportba, hanem a sportgazdaságnak mind a kifehérítésével, mind a fejlesztésével a költségvetésben többletforrások is keletkeznek, illetve jelennek meg. A közvetlen költségvetési hatása egy néhány hónap ezelőtti Nemzetgazdasági Minisztériumi hatástanulmány alapján
8,6 milliárd forintban állapította meg a 2012. évre vonatkozóan azt a közvetlen államkasszába visszakerülő forrást, ami a TAU támogatási rendszerből megjelenik. Igen ám, de ez a közvetlen költségvetési vissza egyenlegjavító hatás, ami megjelenik, ez csak is kizárólag a személyi jövedelemadóból, illetve ugye az ECHO-s bérfizetésekből fizetendő járulékokból számolta a Nemzetgazdasági Minisztérium, és nem számolt azon hatásokkal, ami mondjuk a sportszergyártó, sportforgalmazó, sporteszközforgalmazó cégeknek a megnövekedett árbevétel után fizetendő áfatartalomból, a személyszállítási költségek megnövekedett áfatartalmából, azon infrastruktúrális fejlesztéseknek a áfatartalmából bekövetkezhet, amelyek amúgy nem valószínű, hogy megvalósultak volna, hogyha ez a TAU támogatási rendszer nem valósul meg. Ilyen például mondjuk a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a pályaépítési programja is, hiszen 72 darab pályát sikerült a tavalyi év végéig átadni a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, ami nem valószínű, hogy mondjuk a TAU támogatási rendszer nélkül is ilyen sikeresen tudott volna megvalósulni. És hogyha megnézzünk még egy közvetett költségvetési hatást, ami nem számszerűsíthető, vagy legalábbis nagyon-nagyon nehezen számszerűsíthető, ez pedig azon munkahely megőrző vagy munkahelyteremtő képessége a TAU-nak, ami szintén megjelenik a rendszerben fakadóan, hiszen nem kellett elbocsátani az egyesületektől embereket, hanem be lehetett jelenteni, fel lehetett venni, de akár közvetett módon az építőiparban, a könnyűiparban, a szállító, a személyszállítási ágazatban szintén munkahely teremtő, illetve megőrző képességei is lehettek. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani, és természetesen majd a későbbiekben akkor folytatjuk, illetőlegesen akkor a kérdéseket örömmel vesszük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Bardóczi Gábornak, és valóban akkor elérkeztünk ahhoz a pontjához a beszélgetésnek, amikor arra kérem önöket, vagy arra kérlek benneteket, hogy tegyétek fel a kérdéseiteket, és az itt lévő szakemberek pedig majd, ha tudnak, remélem, hogy tudnak, akkor válaszolnak. Van esetleg valakinek bármilyen kérdése, vagy akár csak hozzáfűzni valója az imént elhangzottakhoz, TAU támogatásokkal kapcsolatban? Igen. Kezdtem megijedni, hogy nem lesz senki, de hála Istennek van, úgyhogy érkezik a mikrofon. Üdvözlök mindenkinek, Tóth Sándor vagyok, egy Nógrád megyei másodosztályú egyesületnek az elnöke. A tavalyi és az idei szezonban is nyújtottunk be TAU támogatást, és sajnos azokhoz a csapatokhoz tartozunk, akik egy fillért nem tudtak lehívni. Nem találunk olyan vállalkozást a környékünkön, aki élne ezzel a formával. Az lenne röviden a kérdésem, hogy kihez forduljunk, kitől kapunk segítséget. Köszönöm szépen a kérdést. Brian. Én válaszolnék, bár igazán nem nagyon tudok jó választ adni, talán ezzel nem okozom nagy meglepetést. Hát ugye ez a TAU úgy működik, és ugye sajnos vagy nem sajnos, hogy hát ugye a vállalkozás ezt meg kell találni a sportszervezeteknek. Volt már több olyan kezdeményezés is mindenféle szegmensből, és mi is nagyon gondolkoztunk ezen, mert össze az MLS-ben, hogy hogyan tudnánk segíteni ezeknek a sportszervezeteknek, tehát hogy összehozzuk úgymond a keresetet és a kínálatot, hiszen ugye van, ahol van elég támogató, lehet, hogy még olyan is van, ahol túl sok, már ez sajnos nem jellemző, és olyan is van, mint ahogy ön is elmondta, ahol nincsen. Hát most ugye az MLS-t nem vállalta föl eddig, és a többi szövetség sem, úgy tudom, ezt a feladatot, hogy ő közvetítsen a vállalatok és a támogatottak közül. Az olyan módon, a nem szervezett eszközeinkkel, és inkább azt mondom, hogy ilyen adhok egyedi módon azért tudtunk segítséget nyújtani a sportszervezeteknek az elmúlt két évben, ez már második évben, mondjuk két éve működik ez a dolog. Van, akinek segítettünk. Most önnek is csak azt tudom mondani, hogy anélkül, hogy ígérhetnék bármi konkrét dolgot is, forduljon hozzánk a jövőbe, és lehet, hogy fogunk tudni segíteni, illetve vannak olyan tanácsadók is a piacon, úgy tudjuk, akik segítkeznek ebbe, nem mindig helyesen teszik ezt, és nem mindig olyan eszközökkel, ami nekünk ezt tetszik. Tehát ez azt gondoljuk, hogy ha még éveken át ez a támogatási forma fenn fog maradni, akkor ez valószínűleg fog
finomodni, és majd lesz előbb-utóbb lehetőség, hogy eljussunk idáig is, hogy mi is tudjunk ezzel foglalkozni. Most sajnos nincs még ilyen intézményesített, hogy most valahová be lehetne küldeni az igényt, és akkor ott biztos, hogy vagy nagy valószínűséggel lesz segítség. Tehát csak ennyit tudok mondani, ami nem nagy segítség, tudom, de talán a semminél több. Köszönöm szépen dr. Gudra Tamásnak, az MLS gazdasági igazgatójának. Ugye azért érdekes a dolog, mert ha jól emlékszem, ugye Nógrád megyéből érkezett, pont láthatjuk a prezentációban, hogy gyakorlatilag országos szinten Nógrád megye volt az, ahol valóban a legkevesebb pénz. Tehát ez nyilván nem egy egyedi probléma ebből a szempontból. Dénes tanár úr? Jól látszik, a tagunknak az egyik nagy kockázata, és hangsúlyozottan ugye Gábor arról beszélt, hogy milyen eredmények vannak, hátrányok nincsenek. Kockázatok vannak. Egy nagy kockázata ugyanaz, azt feltételezi a modell, hogy egy a kérvénybegyűjtő településen a sportszervezet pont arra nyújt be igényt, és engedélyezi a szövetség, mint amennyi forrás helyben van. Mert egyébként nem hagy a rendszer, a törvény és a modell kereslet-kínálat közvetítőknek helyet a rendszerbe, sőt kifejezetten ellenzi, informálisan ezt tiltja. Sajnos a valóság megint nem tündérmese, de az a baj, hogy az, a települések zömében nem a, ez az egyensúly nem áll fent, tehát valahol máshol kell megszerezni. Erre van a közvetítő. Tehát közgazdaság teljesen normális az, hogy valaki idejét, kapcsolatrendszerét rászánja, és összehozza a feleket, a sportszervezeteket, illetve a vállalatokat. Mondom, ezt jelenleg, ha jól értelmezem a kereteket, nem nagyon szívesen látja sem az MLS, sem más szövetség, sem pedig az ellenőrző szervezet, én ezt el tudom fogadni. Az, hogy ez a kereset, mivel nem nagyon támogatott, tűrt vagy tiltott kategóriában van, nyilván ez kicsit megdrágítja a rendszert, ez súlyos kockázatát jelenti a rendszernek, hátrányát nem, kockázatát jelenti a dolognak, amiről pedig úrról beszélt Tamás beszél, hát ugye az, hogyha központosítjuk a kereset és kínálat elosztását, azt hívjuk tervgazdaságnak. De akkor nem kell TAU, mert akkor ott van a költséglet, és aki ezt meg tudja csinálni ebben az esetben. Tehát én nem tudok mást mondani, mint ahogy én mondhatom, mert ugye nem vagyok semmilyen hivatalban. Tehát valóban vannak közvetítő cégek, akik ezzel foglalkoznak. Vállalat, tehát sportszervezet is már közzétett az, hogy van neki szerződési mintája erre, hogy tud tisztességes felárért ezért közvetítőket ajánlani. Akár itt a teremben is vannak biztosan, akik ebben tudnak segíteni. Köszönöm szépen Dénes Ferencnek. Parancsoljon a következő kérdés. Azokat, Pintér Jánosvel, Káczi Zrínek a vezetője vagyok. Eléggé kényes kérdést szeretnék feltenni. A TAO támogatásokban és ebben a konstrukcióban valószínűleg hány éves kifutásunk van még? Ez az egyik kérdésem. Lehet, hogy rosszul értettem valamit, de ha jól tudom, az EU 3 évre engedélyezte a TAO-t. Igaz ez, vagy tévedek? És ha esetleg valamilyen politikai változás fog beállni, az MLS fogja tudni tartani a jelenlegi színvonalat? Tehát mi lesz utána? Tehát tervezhetünk-e több évre előre? Vajon merre fut a szekér? Köszönöm. Köszönjük szépen a kérdést. Ugye elsősorban az Európai Uniónál, amikor a folyamat lezajlott, a bejelentési folyamat lezajlott, akkor a magyar kormány azt kérte, hogy 5 évre. Tehát 5 évre jelentette be az Európai Uniónál, és az Európai Bizottság 5 évre engedélyezte ezt a konstrukciót, illetve lehetővé tette ennek a megvalósulását. Tehát a 3 év az ebből a szempontból nem valós. Illetőlegesen, ami még fontos, hogy itt az Európai Bizottság minden évben jelentéstételi kötelezettsége van a magyar államnak, hogy az Európai Bizottság részére az elmúlt év eredményéről beszámoljon. Az elmúlt év eredményéről októberben kellett volna a magyar kormánynak beszámolnia, ellenben nem kellett beszámolnia, hiszen a jogszabály változások okán csak 2011. decemberében lehetett a hivatásos sportszervezetek részére tárgyi eszközberuházáson, mondjuk felújításra támogatási lehetőséget biztosítani. Miért fontos ez? Azért fontos ez, mert az Európai Bizottság részére a jelentéstételi kötelezettség csak is kizárólag a hivatásos sportszervezeteknek a tárgyi eszköz beruházásából, egész pontosan 10 millió forintot meghaladó létesítményfejlesztésről kell beszámolni, illetőlegesen a képzési költségekről. Ezért is szeretném ezt a
a gondolatot, hogy ugye hány évre van és mekkora összegre bejelentve az Európai Bizottsághoz. Szeretném, hogyha új perspektívában kezdenénk el gondolkodni, tekintette arra, hogy egyelőre a magyar kormány addig, amíg úgy gondolja, addig a források annyira állnak rendelkezésre, amekkorára a gazdasági, illetve a politikai lehetőségek adottak, illetőlegesen, hogyha 2017-ben lejár az 5 év, akkor az bármikor meghosszabbítható, tehát az Európai Bizottsággal egy fél éves nagyságrendileg, egy fél éves eljárás keretében bármikor igényelhető és kérhető ennek az időtartamnak a meghosszabbítása. A politikai változás és annak következményei kapcsán nem tisztem erről megmondani, vagy nem tisztem erről beszélni, hiszen nem az én dolgom. Én nem gondolom azt, hogy magánemberként, hogyha 2014-es választások után bármilyen párt is üljön a kormányzatban, ezen a konstrukció keretében addig, amíg az Európai Bizottság engedélyt adott arra, hogy ezt megvalósíthassuk, addig nem gondolom, hogyha csak nem történik valami komolyabb változás, akkor ebben bekövetkezne bármiféle változás. Én azt gondolom, hogy ez meg fog valósulni, tehát ezt végig lehet majd csinálni, legalábbis ezek a tervek. Én még azzal egészíteném ki itt a Gábor által elmondottakat, hogy ugye most polemizálva ezen, hogy mi lehet a jövőbe, hiszen azt lehet mondani, hogy jósnak kéne ahhoz lenni, hogy biztos választ adjunk, nyilván nem is ez volt a célja a kérdés feltevésére. Tehát ugye nekem két dolog jutott még eszembe. Az egyik az az, hogy tudjuk, hogy most már évek óta most tombol a világgazdasági válság, hogy ezt a elkoptatott kifejezést használjam. Tehát mindenképpen van egy olyan kockázat ebben a dologban, hogy mit tesz lehetővé a költségvetés. Tehát, hogy milyen bevételi kiesést tud elviselni vagy a köztársaság költségvetése, hiszen ugye tudnunk kell azt, hogy ez hiába nem költségvetési támogatás, vagy állami támogatás, de valójában az. Hiszen az állami költségvetésből esik ki az a pénz, amit a sportszervezeteknek fizetnek ki a vállalatok. Az elmúlt egy-két évben, tehát mióta ez a dolog működik, nagyon sok olyan pletyka volt, be kell vallani nem minden alap nélkül, amikor azt kérdezgették tőlünk a sportszervezetek, hogy tudjuk-e már, hogy mennyi pénzt lehet szétosztani. És hát valóban ez is egy szempont, amit mindig figyelni kell minden sportszövetségnek, illetve hát ezért felelős nemzetgazdasági minisztériumnak, hogy mi az az elviselhető hiány még, ami ugye ebből kieshet. Végül nem volt még eddig az eddigi két év alatt ilyen módon meghatározott pénzösszeg, hogy mennyi az, ameddig el lehet mennünk. Hát csak ezzel ijesztettek többször is, de ez nem következett be. De azért azt igenis nem alaptalan veszély figyelembe venni, hogy lehet, hogy egyszer csak lesz. Tehát lehet, hogy azt mondják, hogy most ebben az évben nincs több lehetőség, és most nem lehet korlátlanul támogatásokat megítélni, hanem majd mondanak egy számot. Ez benne lehet a dologban. Tehát ilyen módon lehet korlátozni. Azt nem gondolom, és azzal talán mindenki egyetért, hogy a mostani kormány alatt megszűnni ez nem fog. Korlátozni lehet, hogy korlátozhatják az előbb elmondott szempontok alapján. Az esetleges kormányváltás tekintetében pedig csak egy gondolat. Egy-két hónappal ezelőtt voltunk beszámolni, Gábor is ott volt, az Országgyűlés Sportbizottsága előtt. Éppen ez volt a téma, hogy a TAO eddig hogy váltotta be a hozzáfűzött várakozásokat, és mik a mi tapasztalataink. És ezt csak azért mondom el, mert ugye az ember azt gondolná, hogy egy ilyen helyen, ahol egy ilyen bizottság különféle pártok képviselőiből áll össze, ugye általában nagy ellenkezés, szitkozódás, hangos szóváltás, vitatkozás zajlik. Tehát ugye ilyenkor van az, hogy az ellenzéki képviselők a legkellemetlenebb kérdéseket teszik fel azoknak a sportági képviselőknek, akik ott vannak. Ugye mi ott voltunk mind a ketten, most lehet, hogy csak az volt az oka, hogy nem voltak ott éppen az ellenzéki képviselők, de nem hiszem, hogy ez volt az oka, mert láttam közülük többet is. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem tettek fel kellemetlen kérdéseket, és ugye ebből azért közvetett módon lehet következtetni, hogy ez talán nem annyira bántja a többi parlamenti pártnak a gondolkodását, mint esetleg más kormányzati intézkedések. Tehát olyan nagy ellenállás nem volt, és ezért azt gondolom, hogy egy ilyen esetben is teljesen megszüntetni talán senki nem akarja ezt a dolgot. Azt, hogy átalakítani, lecsökkenteni, másképp működtetni, az nyilvánvalóan benne van,
hiszen ugye tudjuk, hogy minden ilyen változásnál sokszor csak azért változtatnak, hogy másképp történjen, mint eddig volt. De én a megszűnéstől most nem nagyon félek, és ugye, ha még azt is hozzáveszünk, hogy, hogy ez az év és a jövő év, az már ugye két olyan év, amikor még a jelenlegi felállásban dolgozhatunk, hiszen ugye 2014-ben is tavasztal lesz, amikor a TAO támogatásokat le lehet majd adni, és amikor döntéseket hozunk, akkor azért azt gondolom, hogy a mai világban egy két éves tervezhetőség azért az már kifejezetten hosszú távúnak mondható. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés ott hátul a fiatalember. Köszönöm. Jó napot kívánok, Peti Péter vagyok Népszabadságtól. Itt az előző kérdéshez kapcsolódnék csöppet, mert egy lényeges része azért azt hiszem, hogy lemaradt. Ott az volt a kérdés vége, ha jól emlékszem, hogy az MLS a TAO esetleges kivezetése vagy korlátozás esetén fönn tudja tartani a jelenlegi kereteket, nyilván versenyeztetési költségekre gondoltunk, hiszen most az MLS-ben nagy támogatást lehet. Ez egy nagyon fontos kérdés, ugye főként az amatőr futball képviselői számára, és ehhez kapcsolódik az egész programnak a sportgazdaságra gyakorolt hatása, amelyről majd kérdeznék még, ugyanis most feltételezzük, hogy az 5 év kifut, 28 milliárd forint került az ágazatba, azt láttuk, ugye 12-ről 40-ig mentünk föl, ha jól láttam az előző prezentációban. Amennyiben az 5 év le is megy, pótolható ez az összeg, vagy az azt jelenti egyúttal, hogy a magyar futballban radikálisan csökkenni fog az ott lévő források összege, azaz újra visszaesik egy olyan, egy pótolhatatlan forrás elveszik, és így újra visszaesik egy korábbi állapotba, illetve hogy ebben az időszakban milyen hatás gyakorol a sportgazdaságra, ugyanis azt látjuk, hogy a szponzorációs piacot egy kicsit megrogyasztotta ez a program, és ha 5 évig fut, akkor az a sportgazdaság, magyar sportgazdaság fejlődését korlátozza-e, vagy sem? Köszönjük szépen a kérdést! Ez a hosszan megfogalmazott kérdés, aminek ugye az volt a lényege, hogy fent tudja tartani az MLS ezt a mostani állapotot, amennyiben a TAO megszűnik. Ez egy olyan szempontból nem túl nehéz kérdés, hogy nagyon könnyen tudok egy szóba válaszolni, nem. Tehát ha ez most hirtelen megszűnne, akkor tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy nagyon nagy bajban lenne mindenki a sportágban, mert hiszen ez teljesen könnyen belátható, hogy ezt a hirtelen a sportágba bejövő plusz pénzt, ezt nem tudjuk honnan kitermelni most ugye ebben a pillanatban. Éppen ezért nem is gondolkodunk abban, hogy ez most azonnal így megszűnjön, hiszen azon teljesen fölösleges lenne gondolkodni, hiszen nincsen megoldásunk, vagy megoldási javaslatunk. Viszont az, hogy ez hosszabb távon, hogyha ez bekövetkezik, akkor mit kell csinálni, azon viszont igenis kell gondolkodni, és én azt hiszem, hogy az is lenne talán a normális dolog, hogyha mindenki ebbe gondolkodna, és így építené fel azt, amit elkezdett munkát, hogy számolva azzal, hogy nem biztos, hogy a végtelenségig ez így fog menni. Ezt azzal tudnám, vagyis azzal a hasonlattal tudnék élni, hogy ilyen most volt egy olyan állapot. Ez már több előadó szájából elhangzott a mai napon is, és az előző hasonló ilyen beszélgetésekkor is, hogy ugye az elmúlt 25 évben gyakorlatilag megszűnt a sportfinanszírozás Magyarországon, vagy legalábbis igen jelentősen lecsökkent az azt megelőző állapothoz képest, amikor ugye voltak az állami vállalatok, meg volt a Honvédség, a belügyminisztérium, és akkor mindenkinek volt csapata, ugye a sportegyesülete. Ez ugye egyszer csak megszűnt 1990 tájéken, és azóta nem volt semmi, ami ezt igazából helyettesítse. Tehát ugye most ezt a 20-25 évet kell valahogy bepótolni, viszont olyan módon kellene ezt bepótolni, hogy készüljünk úgy, hogy kap egy mentőövet a sport és a futball is egy néhány évig, amíg magához tud térni, és utána valahogy meg kellene oldani azt, hogy önfenntartó legyen, hiszen különben nem lenne nagyon hosszú távon értelme ennek a dolognak, ha valahová csak fektetnénk be a pénzt, és nem lenne hozadéka. Tehát mindenféleképpen azt gondolom hosszabb távon, hogy egy csökkenő mértékben ez majd lassan lejjebb fog épülni, ez a támogatás, ameddig el kell, hogy éljük azt, hogy önfenntartóvá váljunk. Hogy ez hogyan lehetséges, ugye azon kell most a következő években dolgozni. Nyilván lehet egy kis tartalékot képezni, mi az MLS-ben is így gondolkodunk. Tehát most próbálunk olyan módon gazdálkodni, hogy ne essünk kétségbe, amikor majd X év múlva, és az X senki nem tudja, hogy mennyi ez a nagy ismeretlen az egész egyenletbe,
hogy amikor ez az X év bekövetkezik, akkor majd mit fogunk csinálni. Ahhoz mindenképpen ki kell találni alternatív technikákat. Most az, amit szintén mondod, hogy a szponzoráció viszont háttérben van most emiatt, hiszen azt mondja mindenki, hogy a TAO-ból úgy is meg tudják, vagy úgy is be tudják gyűjteni azt a finanszírozási szükségletet a sportszervezetek, amire szükségük van, ezért nem kell szponzorálni. Ez is egy olyan mondat volt, amit mondott, hogy ez jó, hogy elhangzott, mert ez is egy valós, ahogy a kollégák itt mondták, nem hátrány, hanem egy kockázat, hogy akkor én is így fogalmazzak. Ez tényleg egy kockázat, hogy a szponzorok azt gondolják, hogy legyen inkább TAO. Valahol egy logikus gondolkodás, ugyanakkor felhívom a figyelmet, hogy azért kettő nem ugyanaz, hiszen ugye nem lehet a TAO támogatásért semmi ellenszolgáltatást kapni. Ez most megint azt mondhatja, aki velem vitatkozni akar, és nyugodtan vitatkozom, hogy hát azért a magyar sportban nagyon sok szponzor az nem szponzorként működött, és nem szponzorként volt vagy van benne, hanem az valójában egy támogatás, mert nincs olyan nagy üzleti értéke, mint amennyi pénzt belefektetett. Ezzel az állítással sem lenne olyan könnyű vitatkoznom, ha én már elmondtam, hogy mit mond a velem szemben álló fél. Ez tényleg így van, hogy nagyon sok volt az ilyen, és most is van még ilyen, az ilyen szponzor, aki valójában támogató. Tehát ez nekem nem okozott meglepetést, hogy a TAO támogatás következtében csökkentek a szponzorálások összege és száma a futballban. Én azt gondolom, hogy ha most a TAO megszűnne, akkor azért valószínűleg sok szponzor, aki most kivonult, vagy inkább csökkentette a szponzorációs pénzt, az akkor visszaállna oda, ahol az előzőekben volt. Tehát ezért ez olyan módon nem fogja megölni a szponzorokat, hogy soha többé nem fognak szponzorálni. Mindenképpen ez az egyik út, amit majd lassan vissza kell szerezni. És ugye ezért is nagyon fontos az, hogy ezzel a hirtelen jött lehetőséggel úgy gazdálkodjunk, hogy valami fejlődési szintet meg tudjunk ugolni. Pont azért, hogy a szponzor azt mondja, hogy most már valódi szponzornak is érdemes beszállni abba, amiben eddig nem volt érdemes. Tehát ez például egy lehetőség az összegek pótlására, de hát sok lehetőség van még, amit végig kell gondolni, és több év alatt ki kell találni. Bízunk benne, hogy minél több év lesz lehetőségünk gondolkodni, amíg ez bekövetkezik. Köszönöm szépen, Dénes Ferenc következik. Nem akarom mutatni magukat, egyébként is figyelmeztetett az egyik volt diákom, hogy túl sokat hallott már ahhoz, hogy engem hallgasson ebbe a beszélgetésbe, tehát megpróbálok röviden válaszolni. Szerintem nagy kockázatot rejt a TAO-nak ez a formája a sportgazdaságra és a sportgazdaság fejlődésére. Egyrészt jelentősek a működési támogatások a felhasználási rendszerben, hiába ugye a nagy része az létesítményre megy, ennek is megvan a maga kockázata, hiszen a létesítményeket hosszú távon fenn kell tartani. Kérdés, hogyha most könnyű pénzzel begyűjtik a sportszervezetek és az önkormányzatok ezek a létesítményeket, értve a könnyű pénz alatt, hogy ezt, hogy is mondjam, viszonylag alacsony önrészsel tudnak építkezni, vajon adottak-e a feltételek ahhoz, hogy hosszú távon ezeket tudják-e üzemeltetni, vagy ennek az lesz majd a következménye, hogy 3 év múlva megjelennek a kormányzatnál, hogy van remek sportcsarnokunk, műfüves pályánk és mi egyebünk, de az a pici problémánkban nem tudjuk fönntartani. Kéne hozzá egy kis támogatás. Ez egyébként jó ürügy lesz arra, hogy ezt az állami költségvetés, sportköltségvetés továbbra is fenntartsuk, már nem mint TAO-ként, hanem mint létesítmény támogatásként. A probléma ennél sokkal súlyosabbnak tartom, és elméleti jellegűnek, de nagyon gyakorlativá is válhat. Ugye Tamás is úgy fogalmazott, hogy 1990 után nem volt semmi finanszírozás. Hogy ne lehet volna sportfinanszírozás? A sporttevékenységeket finanszírozni kell. Ami nem volt, az az, hogy a korábbi évekhez képest a sport költség növekedését azt nem vállalta a magára a központi költségvetés. És magyarán egyre többet kellett a háztartásoknak beletenniük, és ebből a szempontból a valódi szponzoráció sosem játszott jelentős szerepet ebben az országban, egyszerűen az ország gazdasági méretei miatt. És előjön egy nagyon súlyos probléma, ami szerintem az egész rendszerben tisztázatlan. Mit akarunk elérni a TAO-val? Az a célunk, hogy minél többen sportoljanak, akkor nem kell beszélni a Bayern Münchenről, vagy az a célunk, hogy itten előbb-utóbb a Bajnokok Ligájának 8 közé jusson a csapatunk, szerintem ez a csillag, ahova el lehet jutni, ismét nem utalva a Bayern Münchenre. Sokan azt gondolják, hogy kettő között jelentős összefüggés van. Sokan sportolnak,
és abból majd kiváló Ribérik jönnek, aki bár Bayern Münchenes, de nem német a rendszerből. Ez vagy így van, vagy nem így van. Nem véletlenül, hogy az akadémiák most már 8-10 éves gyerekeket keresnek, ahogy egyébként nem csak a magyar akadémiák, hanem a külföldi akadémiákat is, és mindenfajta jogszabály ellenére próbálnak magukhoz kötni. Nem a magyar akadémiák jogszabály ellenesen, természetesen a külföldi akadémiák, amilyen teljesen legálisan próbálják ezeket a dolgokat menedzselni. Tehát már nagyon korán kiválasztódnak a gyerekek. Tehát az a kérdés, hogy lesz a futballkultúra. És akkor itt a mondani való vége, hogy ez egy nagyon nagy kockázat. Ugyanis jelenleg a költségvetési jelentős részét, ha látták a számokat maguk is, azért ültem oda a tanságokból, hát azért most a sportban lévő pénzek, hát szerény aránya, szerint számítás szerint, és egy konzervatív becslés szerint is kétharmadát a költségvetés adja. Ez azt jelenti, hogy akik ebbe az iparban dolgoznak, azoknak a pénze kétharmadban a kormányzattól függ, parlamenttől, politikai szférától függ. Tehát itt az a típusú vonatkoztatási pont, amikor azért dolgoztunk, a Tamás a saját munkahelyen, a Gábor, nem sorolom fel az itt ülőket, vagy maguk a saját munkahelyükön, hogy minél jobban kiszolgálják azokat az ügyfeleket, ahova dolgoznak, sportgazdasági tanácsadóként, akik oktatók a hallgatókat, hogy én azért kapom a pénzemet, mert jól dolgozom, ez a típusú közvetlen összefüggés megtörhet, hiszen most már nem attól függ a sportban a tevékenység, hogy szolgálják ki a családot és a háztartást, a közönséget és minden mást, hanem az, hogy a TAU rendszer milyen más útokon lehet megszerezni. Nem állítom, hogy ez a munkamorált rontja, azt állítom, hogy ez kockázatot jelent arra vonatkozóan, hogy hosszú távon túlságosan hozzászokunk ehhez, és átformálja az egyébként normális, nem normális, bocsánatot töröm, egyébként a piacgazdasági viszonyoknak, az egyébként meglévő országban meglévő piacgazdasági viszonyoknak a magatartás mintáit, és itt a kulcs szó. Nagy kérdés az, hogy milyen típusú magatartás minták lesznek. És ha megengedik, akkor most tegeződve. Kedves Péter, tehát nektek van futball csapatotok, mindenetek van. Én szerintem akkor cselekeztek jól és racionálisan, ha arra készültök, hogy az elkövetkezendő években továbbra is nektek kell majd finanszírozni a bírókat, nektek kell finanszírozni a cipőt, a pályabérletet és így tovább, nem csak azért, mert egy polgári társadalomban ez úgy jó, ez ember önmagában büszke, hogy ezt meg tudja csinálni, és tudja ezt művelni, hanem azért is, mert ha az önkormány, a mindenkori önkormányzattól, politikai szférától, pártoktól függetlenül várjátok ennek a megoldását, akkor egy egészen deformált sportgazdaság és társadalom jön létre. Erre a pénzre, amit most a TAU biztosít a magyar sportnak, és ugye alapvetően arról beszélünk, óriási szükség van. Nem azért, mert ennélkül nem működik a sportás, hanem ténylegesen arra van szükség, hogy ez fejlődjön. Tulajdonos úr világosan elmondta, hogy mi az egyetlen esélyünk arra, hogy az a sportgazdaság kitörjön. Az, hogyha ténylegesen ezt hatékonyan használjuk fel ezt a pénzt, és megteremtjük annak a lehetőségét, hogy olyan sportszervezetek jöjjenek létre, és tényleg sok embert ismerek itt a szoba, vagy a teremben ülő, UTB-ban teremben ülőbe, figyelték, hogy amikor belítük OTP bankterem téma a magyar sportgazdaság alapjai című összefüggése. Tehát ha ezeket a pénzeket hatékonyan használják fel a szervezeket, nem a baj tartalékolnak, de egy olyan típusú szolgáltatás struktúrát tudnak kiépíteni a helyi közösségekben, ahol tényleg megszeretik a családok ezt a dolgot, azt látják, hogy a gyerekek jó helyen vannak. És ha tényleg valami történik a rendszerben, mert nem tudom, mi történik a rendszerben, akkor is azt mondják, hogy ha most már nem ingyen van az a sportszolgáltatás, amit eddig nyújtott a sportszervezet, vagy nem kellett fizetni, vagy alacsony tagdíjat, hanem valós piaci tagdíjat kell megfizetni, akkor hajlandóak lesznek megfizetni. Ha ezt nem tudják, nem tudjátok kiépíteni ezt a szervezeti rendszert, nem tudjátok ezt a szolgáltatási struktúrát ezzel a lehetőséggel élve kiépíteni, akkor ez a dolog össze fog zuhanni. Tökéletesen össze fog zuhanni. Ha professzionális sport, amelynek valamilyen módon mégiscsak érintett ebbe, bár nem célpontja, célcsoportja ennek a pénznek. Ki tudja használni azt a lehetőséget, hogy tényleg sok gyerek kezdett el sportolni, tényleg oda tud figyelni, fel tudja őket készíteni az elkövetkező 4-5-6-7 évben arra, hogy professzionális jó játékosok legyenek, olyan játékosok legyenek, akiket érdemes nézni, olyan szervezeti rendszert hozzanak létre, ahol van pálya, van infrastruktúra, ahol szívesen mennek ki közösségi alkalmakra az emberek, tehát magyarán
vicc, hogy 5% a közönség bevétele a magyar sportban a számításaitok alapján, én 5%-nak becsültem. Magyarán, ha ezt fel tudjátok használni az elkövetkezendő 5 évben, így tudtok tartani, hogy felépítitek a szervezeteteket, akkor van esélyünk. Ha nem, akkor nem azt mondom, hogy nem annak a veszélyét kockáztatjuk, hogy kidobjuk a pénzt az ablakon, hanem azt, hogy élünk 5 évig jó, mint Marci Hevesen, és utána, hát jön majd a hét szűkesztendő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Dénes Ferencnek. Esetleg, ha lenne kérdés, ott hátul, igen. Köszönöm. Kezdünk egyre jobban belemelegedni egyébként a témába. Két olyan dolog lenne is, amit én is szerettem volna felvetni, de hát nyilván amíg van kérdés, addig inkább kérdezzenek a vendégek. Állítólag Uli Hoeneß és Karl-Heinz Rummenigge elindult most már egy idejére az előadás végére. Annyit beszélünk a Bayern Münchenről, szeretnék ők is tudni, hogy miről van szó. Köszönöm, üdvözlök én is mindenkit, Beró Zsolt vagyok. És picit elkanyarodva a tautól, remélem, hogy nem gond, hát még később kérdezhet, gondolom, aki akar róla. Az első előadásra visszacsatolva, a Lelkes Tabás előadására, amiként a kiváló volt, hogy láttam ott a NB1-es klubcsapatok költségvetésében megjelenni ezt a bizonyos 4 milliárd forint, ami a tulajdonosi támogatás. Ugye, ha jól tudom, akkor az UEFA pénzügyi fair play szabályozók most arra mennek ki pontosan, hogy ezek a fajta pénzek eltűnjenek a labdarúgásból. Közeljövőben sikerülhet ez a magyar NB1-es csapatoknak valahogy ezt a forrást lehet pótolni máshonnan, vannak ilyen törekvések, hogy tényleg egy NB1-es csapat is úgy tudjon működni, még nem tudom, hogy még nem említettük ma, mint például a Bayern München, esetleg. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ja, úgy, mint a Bayern München, arra nincs esély. Amit mondtam, hogy a Bayern Münchennek az éves költségvetésének a fele, ez az megnövelt pénz, amennyi a magyar futballban, teljes futballban van, az amatőröktől elkezdve a válogatottakig. A kérdésre visszatérve, hogy amit próbáltam mondani, hogy van az az 5,5 milliárd normál bevétel, és afelett még van 1-2 milliárd bevétel abból, ami a játékos transferekből és az UEFA bevételekbe adódik, hogyha ezeknek a fejlesztéseknek tényleg lesz hosszabb távon, vagy középtávon olyan hatása, hogy a futballnak a minősége valamennyire javul, akkor az a 4 elem, amit ott kiemeltem, azok alapján piaci körülmények között, tehát a piacról be lehet hozni addicionális forrásokat a futballba, mert van annyi lakosság a Magyarországnak, és van annyi gazdasági ereje Magyarországnak. A jegy bevétel volt az első, de a közvetítési jogokban ugyanígy, a hirdetésben ugyanígy, és a játékos eladásokban ugyanígy van lehetőség, ha csak ugyanolyan országokhoz hasonlítjuk magunkat, mint Csehország, Románia, vagy Horvátország, és nem a Bayern München. Köszönjük szépen! Következő kérdés van-e? Ha nincs, akkor én azért kérdeznék, hogy elhangzott itt, hogy az lenne a cél, hogy önfenntartó legyen a magyar futball. Két dolog jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy ehhez, hogy önfenntartó legyen a magyar futball, ez a 3-5 év, ez vajon elegendő-e, hogy addig fogjuk a magyar futball kezét, és ha utána elengedjük, akkor tud-e önfenntartó lenni, illetve a másik pedig, hogy hozhatom nagy nyilván azokat az országokat, ahol dübörög a futball, Spanyolországot, Angliát, Németországot, de hogy mindenhol így van ez, hogy önfenntartó a futball. Ami az első kérdést illeti, tehát hogy elegendő az az időintervallum, hogy önfenntartóvá váljon, ez most megint csak azt mondhatnám, mint az előbb, hogy ahhoz jósnak kéne lenni, de ez azért nem olyan nehéz kérdés, mint az a másik volt, de én azt gondolom, hogy nem elég az az időintervallum. Ahhoz azért ez túl nagy falat, hogy ezt ennyi időn belül le lehessen dolgozni azt a hiányt, illetve meg lehessen alkotni azt a légkört és azokat a feltételeket, amivel ez teljes mértékben kiváltható lenne. Biztos, hogy kisebb mértékben, tehát el kell, hogy induljon az a fejlődési út, ami majd egy kicsit hosszabb távol ezt kiváltja. De az én saját véleményem az, hogy néhány sportszervezettől eltekintve, ahol ezt talán ennyi idő belül is megalkotható, azért a többség nem fogja tudni ezt ennyi idő alatt
teljesíteni, és ez nem biztos, hogy kizárólag amiatt van, hogy nem lehet ezt megcsinálni, hiszen ugye, ahogy mondtam, lesz, aki meg fogja tudni ezt csinálni. Biztos, hogy itt olyan fajta mentalitás és szemléletváltás is kell, ami én azért kétlek, hogy a teljes magyar futballtársadalom ennyi időn belül képes ezt megtenni, illetve hogy azok a személyi változások is, adott esetben szervezeti felépítés változások megtörténjenek a sportszervezeteknél, ami az ilyen típusú piaci, teljes piaci működéshez szükséges. Tehát biztos, hogy elindul ez a folyamat, lesznek olyan helyek, ahol ez működni fog teljesen, ilyenből kevés lesz, én azt gondolom. Lesz, ahol valamennyire már elkezd működni, de még nem teljesen, és abban bízom, hogy kevés olyan hely lesz, ahol egyáltalán nem fog működni. De azért mondom, mert ne szakadjunk el a teljesen a futball valóságtól, akik ugye ebbe élünk itt valamennyien. Azért tudjuk, hogy biztos, hogy lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy de hát, ha eddig is kapunk most, akkor miért nem kapunk, és mit csináljunk eddig. Ezentúl nem fogunk tudni működni, hogyha ti ezt nem adjátok a következő időszakba, amikor eddig adtátok. Mint ahogy már egyébként volt is ezzel kapcsolatos negatív élmény, és akik ugye itt ebben dolgozunk, hogy amikor valaki a TAO-nak az eddigi két évébe, az első évben kapott egy X összeget, a második évben kapott egy ettől kevesebbet, és akkor jött az a paraszt, hogy de hát most mit csináljunk? Tavaly elkezdtünk valamit, kaptunk 100 milliót, csak mondtam egy számot. És most ebben az évben nem adtok csak 68-at, most hogy tudjuk folytatni azt, amit eddig elkezdtünk? Na most ez egy abszolút helytelen szemléletmód, én azt gondolom, és ezt alátámasztották itt a eddig elmondottak is, hogy itt az asztalnál ülök, vagy az asztal, ezen az oldalán ülőknek ebben nagyjából hasonló a véleménye. És én ilyenkor azt is vissza tudnék kérdezni, most a példánál maradva, hogy és az a 68 millió, az pontosan mennyivel több, mint amit két évvel ezelőtt kaptatok? Ugye? Ez egy költői kérdés volt, mert tudjuk a választ, hogy amikor semmit nem kaptak ahhoz képest, ugye indult el ez a dolog. Tehát azért látni olyan gondolkodásokat, akik úgy vannak ezzel, hogy tehát most már megvan oldva a dolog, többet nem kell semmilyen lépést sem tenni, ez működni fog, ott egész biztos, hogy ez nem 5 év alatt, de végtelen év alatt sem fog ez teljesülni. De mondom még egyszer, egy 5 éves időintervallum az már nagyon sokat segítne valószínűleg. 20 éve kezdtem el szakmaszerűen sport és gazdaság összefüggését vizsgálni. A legelső évtől, amikor emlékszem rá, ezt hallottam, hogy Feri igazat van, tényleg piacgazdaság kell a sportban is, de ez az ország éretlen rá. A magyar sport éretlen rá, 20 éve ez megy, tehát ebbe az évben is ezt hallom, úgyhogy lassan jubilálhatunk ebben a történetben. Tehát feltétlenül a következő 20 évben is éretlen lesz a magyar sport, hogy a saját lábán megálljon, nem fog költségvetési támogatások nélkül megérni. Az a kérdés, hogy Nyugat-Európa vagy szerte a világon működhet-e közösségi támogatás nélkül? Nem. Nem is működik sehol. Egyszerűen természeti jellegéből fakadóan nem, hiszen itt ugye eleve az amatőr sport, azt eleve ugye azt csináljuk, hogy mi magunk finanszírozunk, de ha ténylegesen a létesítmények túlnyomó többségét labdarúgópártat is beleértve piaci árakon kéne megfizetni, akkor tényleg nagyon kevesen tudnának sportolni, ami ideális lenne. Tehát az jó és helyes is, hogy a közösségek adott esetben például a pályabérlet, tehát valamilyen módon segítik a pálya fenntartásában is. Tehát ez egyrészt világon mindenütt, sőt vannak kifejezetten közösségi terek, államilag vagy központi költségvetés, vagy egy önkormányzattal által finanszírozó, amit ingyen vagy minimális díjjel tudnak a sportolók használni. Kérdés persze a látványsportok. Ahogy megyünk éjszakra, ott persze, mint minden másban, ott egyre inkább tisztábbak és piacibbak a viszonyok, ahogy megyünk délre, ott egyre zűrösebbek a dolgok. A spanyol csoda mögött is azért sok szépség van a dologban, tehát ők is unortodoxan tudják jól csinálni. De a lényege az, hogy azért sem lehet közösségi támogatás nélkül, hiszen szurkolni és egy csapatot nézni, az nem olyan, nem egészen olyan, mint a cirkusz, bár gyakran használjuk ezt a kifejezést, hiszen nem elalérünk attól, hogy táncolja a lebegyinő, a Ozerút, a Ribéry, ez a Bayern München, hanem azon azt nézzük, hogy mi Bayern München szurkolók vagyunk, egy közösségnek a tagjai vagyunk. Vagy Münchenben, ha szerencsénk van, ha nem, akkor Budapesten, a tévé előtt, és azt mondjuk, hogy hajrá München, és akkor sárba öltözünk, de tagjai vagyunk egy adott közösségnek.
És ez a közösség, ez azóta esetben nyilvánvalóan lehet tényleg helyhez kötött is. Hát én azt gondolom, talán nem tévedek nagyot, itt vannak debreceni barátaim, Debrecenben az, hogy te debreceni vagy, az valamilyen jól meghatározható, vagy körülfogható mértékig, valamilyen módon például kötődik a Lokihoz is. Tehát lokisták vagyunk. Manchesterben United szurkolók vagyunk. És így tovább a rendszerben. Tehát lehet ilyeneket mondani. És ebből a fakadóan a közös, tehát azt mondom, hogy ha az én polgármesterem, nevezzük Kósa Lajosnak, az én befizetett városi adónak egy részét arra fordítja, hogy valamilyen átlátható módon, tisztességes arányokban, általam is ellenőrizhető módon támogatja azt a típusú dolgot, hogy ennek a közösségnek tagja maradhassak és legyek, szerintem ez elfogadható, és a világon mindenütt elfogadható. De ez nem azonos azzal, hogy Kósa Lajosnak és a Debreceni Önkormányzatnak kéne finanszírozni a Lokit, vagy mindenütt más, és most tényleg nem példálozom tovább a dologgal. De az, hogy ez egy közösségi élmény, és ez egy közösségi tér, és ebben nekünk szerepünk van. Nem is beszéltem, akkor még a szurkolók jelenlétéről is egyre többen feszegetik azt, hogy ugye azért sem lehet társaságként működtetni a futballcsapatokat, mert ez a szurkolókból él. Vannak olyan országok, ahol a szurkolókból élnek, nem csak jegybevételből, vásárlásból. Tehát, hogyha belőlünk él, és ez a mi közösségünk, akkor nekünk is bizonyos valamilyen beleszólást kéne hagyni a rendszerbe. Szóval mondom, ez egy összetett dolog, és egyáltalán csak ezek helyi, alapvetően helyi kötődésű dolgok, és a helyi közösségeknek kell ezt egymás között lerendezniük, Debrecenért nem Debrecenben, a Münchenért nem Münchenben. Hát a Manchester City-t pedig eltemettük, én már látom. Sporttörténelmi pillanat volt. Tamás, parancsolj! Azon a döntőn ugye az ellenfél a Chelsea volt, és önfenntartója a Chelsea, mindenki meg tudja válaszolni, nem. Ez, megnéztem, az UEFA honlapján vannak nagyon jó elemzések, gazdasági elemzések is, és ott látszik, hogy mekkora a finanszírozási igény van, ami a tulajdonos ágán be kell, hogy kerüljön az egyes országok futballjába. Általában olyan 5-20% között van ez. Tehát az, amit én mondtam, az a 4 milliárd versus 11 milliárd, az tényleg egy elég nagy finanszírozási luk volt, de nemzetközi összehasonlításban, tehát van erre szükség, és muszáj a tulajdonosoknak hozzájárulni. És amit pedig tanár úr említett, a közösség, az önkormányzatok, az államnak a szerepe, ami még a stadionok szempontjából érdekes tény, hogy Nyugat-Európában is csak 20%-a van a stadionoknak a klubok tulajdonában, az összes többi az vagy az állam, vagy nagy többségében pedig önkormányzati tulajdonban van, és Amerikában pedig ez szinte 100% az amerikai nagy sportok tekintetében. Köszönöm szépen. Esetleg kérdése van-e valakinek, megjött a kedve? Egyelőre nem, akkor feszegethetjük tovább ezt a kérdést egyébként. Mennyire érzi azt az MLS, de akár sportgazdasági szempontból is kérdezhetem, hogy, és ezt már ugye Dénes Ferenc említette, magam is tanítványa voltam, tehát lehet, hogy kicsit egyrugóra jár az agyunk ebben, hogy mennyire érzi azt mondjuk az MLS, hogy a klubok gondolkodnak a TAO-n túli életről, és mennyiben látják azt, amit ugye Dénes Ferenc mondott, hogy most akkor élünk pár évig, mint Marci Hevesen. Mert és akkor megint visszakanyarodhatok oda, hogy ugye nézőszám, nyilván most mondhatom, ugye van sajnos negatív példa, amikor talán 69-en mentek ki egy futballmérkőzésre, meg vannak szerencsére olyan vidéki városok, például Szombathelyen, ha már Illés Bélát az előbbit láttam, ahol több ezeren kimennek, még mindig itt van, szóval, hogy azért az előbb-utóbb megkerülhetetlen, hogy ne 1000 meg 1500 ember menjen ki. Ez inkább csak vélemény volt, erre nem kérek reagálást. Köszönöm. Igen, hát ugye megint, tehát olyan választ nem lehet adni, hogy vagy így van, vagy úgy. Természetesen mind a két fajta gondolkodásra lehet találni példát. Azért most úgy látom, én optimistább vagyok. Hát ugye nekem a pozíciómból adódóan is optimistábbnak kell lennem, abban a tekintetben, hogy hogyan gondolkodnak a sportvezetők. Ugye főleg itt most az NB1-es sportvezetők az, akik leginkább a kérdés alapjául szolgálnak, hogy az ő gondolkodásmódjukat, tevékenységüket vizsgáljuk meg.
ott azért én azt mondhatom, hogy én szinte napi vagy heti kapcsolatban állok minden NB1-es sportszervezetnek a vezetőivel, tehát azért face-to-face beszélgetésekben, és látom, hogy ők hogyan gondolkodnak, mint az Illés Béla például, és még mondhatnék másokat is, akik azért az ő fejükben ez már benne van, hogy igen, itt most valami megváltozott, nagy lehetőséget kaptak, és ezzel kell élni, mert különben nem fog semmi sem élni az egész, illetve különben az ő vezetői pozíciójuk is úgymond veszélyben lehet, hogyha azt látja az őket támogató, vagy az őket körülvevő közeg, hogy nem olyan módon sáfálkodnak a lehetőséggel, és nem olyan jó irányba mennek a dolgok, ahogyan lehetnek, akkor ott majd akár személyi változások is valószínűleg bekövetkezhetnek, mert azért mindenütt van olyan gondolkodású ember, aki hála Istennek, aki látja, hogy ez mennyire jó, és ki kell használni a lehetőséget. Én mondom, az ilyen személyes beszélgetésekben azt látom, hogy van ilyen felelősségérzet ezekben a sportvezetőkben, mint többen, és az is igaz ugyanakkor, hogyha már mind az ilyen kockázatokat is ugye mondogatjuk, hogy úgy is gondolkodnak persze ezek a tulajdonosok, vezetők, hogy amit éveken át beletettek eddig a futballba, abból most azért valamit ki lehet venni ezáltal a lehetőség által, és akkor az a 4 milliárdos támogatás, amit a Tamás itt kivetített, az ugye most már kevesebb kell, hogy legyen, vagy kevesebb lehet, de nem amiatt, mert hogy valami másokkal lenne, hanem egyszerűen az, hogy a TAO kiváltja ezt, és akkor nem kell most már beletenni. Ugye nem hangzott még itt el a mai beszélgetés alatt az az általános kockázat, hogy mi a helyzet az utánpótlás és a felnőtt csapat működtetésével. Ugye a TAO elsősorban az utánpótlás támogatását teszi lehetővé komoly támogatási intenzitással, és százalék, ugye 90%-os támogatással az utánpótlás lehet támogatni. Ez ugye nyilvánvalóan felveti azt a kockázatot is, már csak emiatt is, hogy az utánpótlás és a felnőtt csapat közötti finanszírozás egy kicsit összekeveredik. Tehát ugye azt gondolja a tulajdonos, hogy az utánpótlásból átcsoportosítva pénzeket a felnőtt csapatot majd most már az eddigieknél kisebb áldozattal lehet működtetni. Ebben biztos vagyok, hogy ez így van mindenütt, most ne beszéljünk mellé. Biztos, hogy ez a fajta gondolkodás mindenkiben legalább ötletszintjén felvetődik, mert logikus is, hogy felvetődjön. Biztos, hogy a valóságban is megvalósul bizonyos hányadban. Az ellenőrzésről, aminek a szerepét itt nem annyira hangsúlyoztuk, mint ahogy lehetett volna, de az elején ugye ez elhangzott. Ez egy fontos dolog, hogy ezt ahogy tudjuk, akadályozzuk meg, vagy csökkentsük le. Megszüntetni teljesen soha nem fogjuk, az biztos. És azt hiszem, hogy ezzel számolni kell egy ilyen esetben, hogy bizonyos százaléka a támogatásnak az ilyen módon, hát nem egészen hatékonyan fog megvalósulni, de azt gondolom, hogy ez azért, ha ez tolerálható mértékű, akkor ezzel nincsen gond. És na most már úgy belekeveredtem, hogy már nem is tudom, hogy a kérdés mi volt, de azt hiszem, hogy talán tulajdonképpen mindent elmondtam. Nagyjából mindent, igen. Amit a kérdés felvetés érintett. Hát esetleg a Bayern Münchenről még, hogyha valami. Igen, a Bayern Münchenről annyit mondanék el, hogy 2010-ben egy nagyon szimpatikus csapat legyőzte a Bayern Münchent a BL döntőbe, ilyen kék-fekete mezbe szoktak játszani. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, van-e még kérdés esetleg? Bár igen, parancsolj. Mindjárt érkezik a mikrofon. És közben egy szolgálati közleményt majd el fogom mondani a végén is. Arra kérünk szépen minden kedves vendéget, hogy majd a tolmácsgépet, amikor megy ki, akkor adja le. Praktikus okokból egyrészt, mert hiányozni fog nekünk, másrészt ezért cserébe kapják vissza a személyi igazolványukat. Köszönöm szépen. Kis Ferenc vagyok, Vácról jöttem. Már többször említették itt ezeket a számokat, meg különböző forrásokat, és azt szeretném kérdezni, hogy van esetleg Dénes találónak válasza arra, most már itt a 20 évről is beszéltünk, hogy azóta közel benne vagyunk ebben a labdarúgásban, hogy mi lehet az a forrás, mondjuk akár milliárdra vetítve, ami eddig ugye kikerült, és azért, mint csodaként várjuk ezt a TAO-t, nem várjuk csodaként, hanem lássuk meg a másik oldalt is, hogy mennyi pénzt vettek el tőlem, illetve azoktól a labdarúgóktól,
ez a rendszerváltás után 20-valahány év alatt, amit most szerintem ugye a polgári kormány, vagy egy más vezetés megpróbál visszaadni neki. Van esetleg erre valamilyen számadat, vagy egy becslése a tanárunknak? Hadd kérdezem, mit vettek el tőled? Azt vették el, tanárunk, tehát, hogy amikor ugye ezekről a nagy, tehát a nagy vállalatok ugye fenntartották ezt a rendszert, ugye utána egy forráskivonás következett be. Tehát én úgy érzem, hogy nem biztosították továbbra ezt a dolgot, hogy olyan szinten sportolhassunk, és utána pedig már mint szülőként vagy másoktól saját magamnak kellett beletenni ebbe a rendszerbe azt a pénzt, ami addig megvolt. Erre nekem az a válaszom, igazad van, de ezt nem elvették, hanem nem adták többet. Jó, ez azért lényeges különbség, mert itt nem arról van szó szerint, igen, történt egy rendszerváltás, amely viszont most Gyuri bácsit nem akarom bevonni a beszélgetésbe, de nyilván történtek olyan történelmi események, háborúk, forradalom, ami megváltozta embereknek az életét, van akiknek kedvezően, van akiknek kedvezőtlenül, amit bizonyos módon igazságtalannak gondolatunk, bizonyos mértékig lehetőségnek, amit értesz ez alatt, de ebben nem lehet mit kezdeni, ebben nem tudom mit, ez a történelem, ez rajtunk kívül álló dolog. Most lehet azt mondani, hogy nem jó, ez az ország nem volt felkészülve erre a rendszerváltásra, abban az értelemben, amit te mondasz, például a sportja, ezt ugye a Kis Imre Csepeli elnök mesélte nekem, hogy egyik napról a másikra bocsátottak el 300 darab sportátuszú sportolót a Csepelből, a munkásgyárból, és ott álltak állás nélkül, azok nem tudtak pénzt adni neki, 300 darab sport. Ebben nem tudsz mit kezdeni. De nem ezt akarom a dolgot. Én két dolgot tartok fontosnak mondani. Az egyik az, hogy ez nem elvi kérdés. Egy piacgazdaságban élünk, amelynek mindannyian tanuljuk. Szóval ebbe elfogadom a 20 évet, tényleg generációknak kell kialakulni abban, míg ennek a gyakorlatilag létrejön az, hogy versenyzünk egymással, nem mindig az államra kell számítani, nem csak, hogy másrészt viszont nem csak magunkra számíthatunk, hanem egyébként együttműködve, kooperálva, közösségileg is számíthatunk egymásra, de hosszú távon azt mondom, megerősíteni is azt tudom, hogy csináltuk, hogy Vácon csináltok egy nagyon híres utánpótlást, és azért tudom, hogy híres utánpótlást, nem azért, mert tőled hallottam, hanem azért tudom, mert amikor én gyerekként futballoztam, már akkor híre volt, pedig az nem most volt, hogy Vácon jó képzés van. Most ez ugye ez a félig üres, félig tele pohár esete. Ha egy ilyen típusú kincs van a kezetekben, hogy van egy tradíciója például nálatok a utánpótlás képzésnek, az a kérdés, hogy ebből ezt hogy tudjátok érvényesíteni a piacon, hogy tudjátok ezt a forrást bevonni? És az a válaszom a kérdésedre, egyetlen módon tudjátok, senki más nem tudja megfinanszírozni, csak a háztartások, magyarán a szülők, a családok az utánpótlás nevelésű esetében, a lelkes futball szerető férfiak és nők a látványsportok esetében. Az az egy kérdés, az a kérdés, mindig az az alap kérdés, mi az, amit tudtok nyújtani szolgáltatásként, amit a reális áron, és nagyon jól mondta a Tamás, itt nem csak az a kérdés, hogy megveszik-e 9000 jegyet, hanem dupla áron veszitek, vagy tripla áron veszitek meg a jegyet, az már sokkal nehezebb dolog, mint hogy egyszerűen VIP jegyekkel, meg gyerekeket betolva a tribünökre megnöveljük a nézőszámot, hanem valóságosan bevételt kell növelni. Tehát itt mindannyian, akik így tűnünk a teremben, az egész beszélgetésnek csak akkor van értelme szerintem, bocsánat, hogyha nem akarom elvenni senkit. Ha azt tudatosul bennünk, hogy kapott egy lehetőséget a magyar sport, kaptunk egy lehetőséget a sporttól, és ezt ténylegesen senki más nem adta meg az elmúlt 20 évben, mint ez a kormányzat, ami ez egy fontos dolog, tényszerűen, jegyzőkönyvszerűen rögzíteni kell, és ez jó dolog. De ez csak akkor ér valamit, hogyha ezt ténylegesen úgy tudjuk hasznosítani hosszú távon az 5 év alatt is érte el a hosszú távot, hogy abból azokat a típusú dilemmákat, amit mondasz, hogy megteremtsük annak a feltételeit, hogy valóságosan működjön ez a dolog, mert higgyétek el, én te is értő, hogy nem tudom, tényleg az teremben páran a tervgazdaság ideje alatt, az nagyon hatékonytalan tud lenni. Most ilyen vágyakozásban nézzük utána, hogy milyen jó volt, amikor ingyen melegítő volt, meg tornacipő, meg hát 360 volt egy kenyér, az a pici probléma, hogy ez a gazdasági rendszer összeomlott. Tehát ez a dolog, abba kell megpróbálkoznunk avval a dologgal, hogy saját munkánkkal, ténylegesen egymással együttműködve és kiszolgálva a potenciális ügyfeleinket és együtt dolgozókat tudunk valamit alkotni.
ennek mindenkinek azt az esélyt kell ebbe szerintem ebbe az öt évben megteremtíteni, hogy építsen fel egy olyan lehetőséget a környezetében, amit üzletileg is értékesíteni tud, majd ha egyszer oda kerül, hogy nem feltétlenül ebből a közpénzekből kell megélni. Nem tudok számot mondani, az a lényeg a hosszú válaszomnak. Köszönjük szépen, ott ismét érkezett egy kérdés. Szabad, én kiegészíteném, mert segítenék egy kicsit a kollégának a válaszsal. Totó pénz. Az áfája a sportszereknek, amiket megveszünk. Az a nagyon-nagyon sok milliárd forint, amiért a sportpályákat megszüntették. Azok a pénzek, amikor eladták a privatizációnál a vállalatot, és ingyen odaadták a sportpályát, aki a privatizációs pénz legyengítésére rögtön eladta, és különböző lakóparkokat építettek. Tudunk mondani. Hát az az igazság, hogyha az ember most tanárul, ne arra, hogy vitatkozok magával, depresszióba esek, hogy most milyen jó nekem, hogy milyen jó ajándékot kaptam, ami egyébként igaz, akkor ezt is bele kell venni, hogy mit vettek el tőlünk. Úgyhogy én ezt így tartom teljesen korrektnek és egyensúlyban. Tehát igenis, van, amit elvettek a sporttól, a focitól is. Jó, akkor én ezzel kiegészítem, ha szabadna erre valami reakciót kapnom. A másik, amit még szeretnék egy új dolgot felvetni. Ugye most a TAO-ból bennünket támogatnak az öt látványsportot. Ez milyen hatással van az öt többi egyéb sportra, mert ugye a szponzorok, ahogy ti is elmondtátok, hajlamosak most a TAO-s pénzt adni, és a szponzorációt visszafogják. Elszívjuk a pénzt, így kérdezem. Elszívjuk-e a pénzt az összes többi sporttal? Sőt, ehhez én hozzáteszem, hogy még a TAO-s támogatott sportokon belül is nagyon nagy a szórás. Nagyon sok igazság van, amit mondasz, ez a reakcióm. Ténylegesen, ahogy a sport a 90 után megélte az átalakulást, hát nem volt zökkenőmentes. Azért nem olyan rövid az emlékezetünk, hogy azért emlékezünk arra, hogy mi voltunk az elsők sportszférában, akik elkezdtünk ugye adókat nem befizetni, majd elengedte a magyar kormány 93-94-ben. Az egy olyan norma szegése volt a magyar kormányzatnak, és egyébként a sportszférának, ami egyébként aztán világosan következményére mérhetők a társadalomban. Szívesen hivatkozunk arra, hogy 90 után nem finanszírozta a költségnövekedését, a költségvetés megfelelően, de azért azt hiszem nem járok messze igazságtól, hogy 90 előtt bizony kitüntetett részei voltunk a társadalomnak, sokan szeretett volna futballisták lenni, nem feltétlenül azért a teljesítményért, amit teljesen, hanem abban egy kiváltságban éltek a futballisták, stb. Az, hogy mennyi pálya tűnt el, az egy nagyon fontos kérdés az is, hogyha tényleg ekkora igény van ezekre a pályákra, vagy lett volna igény, akkor miért nem termelődtek újra ezek a pályák, hogy ténylegesen természetesen van ilyen típusú igény. Most kicsit mesterségesen próbálja feltenni az MLS, mert azt gondoljuk, hogy van erre típusú igény, illetve azt mondjuk, hogy toljuk ki a pályákat, és szervezzünk rá sportot, hogy visszaszerezzük, mert ugye a Tamásnak a mondatából az derült ki, hogy ebben teremtjük majd a későbbi keresletet meg. De azért sem szívesen mennék be a dolgokba, mert egyébként folyamatos társadalmi veszteségek vannak és nyereségek vannak. Nem akarnám elvinni ebbe az irányba a beszélgetést, de mondjuk azok, akik nem vettek fel devizahitelt, azok most mit mondjanak arra vonatkozóan, ahhoz képest, akik vettek ilyet. Tehát nagyon sok igazad van, tehát van, sem vettünk el kis sérelmeket, most hadd azonosítsam magam a magyar sporttal, miközben egyébként voltunk ennyi nyerőágon is ebben a rendszerben, akkor nem panaszkodtunk, most megint nyerőágon vagyunk, nem kell szégyenkeznünk, tehát nem kell azt mondani a balettművészeknek, hogy hát igen, sajnáljuk, gyerekek. Most az van, hogy mi kapunk, megjegyzem, az elmúlt 20 évben a kultúrának más ágazatai kaptak jelentős támogatásokat, nem sajnáltuk tőlük, mások se sajnálják most tőlünk. A kérdésére a második részére a válasz ugye az volt, hogy elszívja-e a támogatás a többi sportágból a támogatás. Korábbiakban én a sportállamtitkárságon, sportszakmai főosztályvezető dolgoztam,
és volt rá látásom ugye a többi olimpiai és nem olimpiai sportágoknak a támogatására. Alapvetően megnézzük a szerkezetét a szövetségeknek, a sportágoknak a működésében, akkor nagyon nagy százalékban állami támogatásból érnek mind a sikeres olimpiai sportágaink, mind pedig len a nem olimpiai sikeres sportágaink. A kisebb sportágak az érdekesek, mondunk egy amerikai futballt, Magyar-Amerikai Futballszövetség, egész konkrétan a Magyar-Amerikai Labdarúgó Szövetség vagy Futballszövetség 2 millió forint állami támogatásban részesül, miközben az igazolt sportolói számokat 3 év alatt nagyjából a 10-szeresére tudta megnövelni, és teljesen önfenntartó módon tudja finanszírozni a sportágát, a szövetségét. Azok a sikeres olimpiai sportágak, láss kajakkenu, illetőlegesen akár egy judó, akár egy úszás, hosszú távú szerződésekkel rendelkeztek, szponzori szerződésekkel rendelkeztek, ugye a londoni olimpiáig, mind a világbajnoki sikeres szereplések okán, mint pedig ugye a hál' Istennek mondhatjuk azt, hogy azokon az olimpikonokon keresztül, akik ugye ezekben a sportágban olimpiai érmeket szereznek a magyar nemzetnek. Ezek a szerződések eddig éltek, én akkor vagyok kíváncsi, hogy mostantól elszívjuk-e majd a támogatásokat ezektől a többi sportágaktól, mert eddig ezek megvoltak, hosszú távon voltak megkötve, és általánosságban azt mondható, hogy 12. december 31-ével vagy 13 nyarával fognak lejárni. Arra vagyok kíváncsi én, hogy utána tudnak-e szponzort szerezni, azért, mert a londoni olimpián azért mégis csak sikerült 17, illetve utólagosan 18 érmet szerezni, és 8 aranyérmet szerezni, és ez van-e olyan hatása a szponzorokra, hogy már pedig nem fogja támogatni ezeket a szövetségeket. De hangsúlyozom, a szövetségeknek a jelentős támogatása több állami támogatásból valósul meg, és ugye a kormányzaton bejelentésre került, hogy ebben az évben további 10-15 milliárd központi költségvetési forrás fog érkezni ebben a 15-16 sportágba, akik ugye az eredményeket szállítják az olimpián. És ugye, hogy miért van eltérés a sportágok között, akár a tavon belül is, én nem gondolom, hogy különösebben magyarázni kellene ezeket a dolgokat, de elég a létszámokat megvizsgálni. Azt mondjuk, hogy nagyságrendileg 300 ezer igazolt sportolóval rendelkezik az 5 látványcsapat sportág, 300 ezer igazolt sportolóból 230 ezer labdarúgó. Én szerintem ez úgy nagyságrendileg mind a létesítmény mennyiségekben, mind a létszám mennyiségben, az egyesületek számában, a szervezettségében, felépítettségében. A magyar labdarúgó társadalomnak van egy olyan nagyobb gazdasági vonzereje, van egy olyan nagyobb társadalmi vonzereje, ami a többi sportágban még nem alakult ki, vagy legalábbis még nem olyan mértékben. Igen, parancsoljon. Ez az egyik, meg még egy utolsó gondolat, ez nem München, hanem Berlin. Dárdai Pali szokta azt mondani, hogy ő az egyetlen, aki kibír vinni 60 ezer embert az olimpiai stadionba. Semmelyik más sportág nem tudja ezt megtenni. És ez utal vissza, amit Dénes tanár úr is mondott, meg amit én is, hogy akkor ezáltal ez az a sportág, ami piaci alapon meg tudja teremteni azokat a bevételeket, amik szükségesek. Köszönöm szépen. Van-e még esetleg valakinek kérdés? Parancsoljon, igen. Nagyjából 5 percünk maradt egyébként. Dr. Szilágyi György vagyok, az MLS tiszteletbeli elnöke, és nagyjából 60 éve működöm az MLS-ben, különböző funkciókban, mindig teljesen amatőr alapon. De hát van egy magánfoglalkozásom is, hát most már nyugdíj, de én, hát hogy mondjam, becsületes foglalkozásomat tekintve, ha egyáltalán ezen a területen van becsületes foglalkozás, én közgazdász vagyok, és mint ilyen, hát vannak bizonyos akadémiai fokozataim, meg más hasonló. De amióta az MLS-ben működöm, ilyen típusú kérdés, mint amiről ma beszélünk, teljesen reális kérdés, soha nem merült föl. Mert az MLS-ben, ha most csak a financiális részre gondolok, vagy nem volt róla szó, mert úgy nagyjából egyensúlyban volt, és egyáltalán az MLS-nek nem voltak olyan nagyon nagy hát ambíciói, működött úgy, mint a legnagyobb sportszövetség, és hát
nem is nagyon sikertelenül menedzselte a magyar bajnokságot, a magyar válogatottakat és a nemzetközi szereplést. No most, ebben a pillanatban egy érdekes helyzetben vagyunk, amikor ide bejöttem, nem tudtam, hogy ilyen érdekes helyzet van, hogy hát itt van ez a TAO, amit ha valaki hallana, akkor valamelyik távol-keleti vallás fontos fogalmára gondolna, de szerencsére mi nem. Tehát itt van ez a TAO, és olyan csodálatos helyzetet teremtett, hogy a sportnak, maradjunk a miénknél, a sportágnak az ölébe hullott, majdnem váratlanul egy tekintélyes összeg, amit hogyha nagyon észszerűen tud felhasználni, akkor hát, ha nem éppen paradicsomi állapotok, de a előző pillanathoz képest paradicsomi állapotok látszanak beköszönteni. Ez persze illúzió, de ezt az összeget, ahogy az MLS fölhasználja, tehát ahogy az MLS eldönti azt, hogy mire és hogyan használja fel, egyszer mindenkorra olyan felelősséggel tartozunk a világnak és a magyar társadalomnak, amelyel eddig nem, mert hát lehetett hivatkozni a pénzhiányra. Pénzhiányra mindig lehet hivatkozni, hiszen a pénzösszeg az egy olyan összeg, aminek nincs felső határa. Én azt hiszem, hogy azok a problémák, amelyek ma csak ebben a teremben fölmerültek, nagyon érdekesek, nagyon sokfélék, nagyon sokszínűek, nagyon sok különböző felfogásokat tükröznek. Én mégis azt hiszem, hogy ezeket valahogy egy sínre kell tenni, az lehet több vágányú az a sín, hogy mire és hogy lehet ezt az összeget felhasználni. Erről sok szó esett, erről én nem akarok beszélni. Nagyon jó ötletek voltak és vannak, én se tudnék ehhez újat hozzátenni. De tegnap előtt, ami alatt azt értem, hogy mondjuk 2 vagy 3 évvel ezelőtt gondoltunk arra, hogy mit csinálunk avval a pénzzel, ami most a magyar labdarúgásnak a nem azt mondom, hogy az ölébe esett, de hát minden esetre, ami a magyar labdarúgás helyzete könnyebbé válik, és a pénz racionális felhasználásától függ az, hogy mennyivel válik. Én tehát azt hiszem, hogy a fő kérdés az körülbelül az, ami a mai ülésünk, mint ezen a délutáni szekcióban a kezdete volt, hogy itt van ez az összeg, az első két előadó nagyon világosan elmagyarázta nem csak ennek az összegnek a nagyságát, mert nem van egyszerű, hogy az egy hányjegyű szám, hanem a természetét. Hogy mire lehet használni, milyen olyan gazdasági célokra, amely közvetlenül, vagy ha közvetve, akkor nagyon kevés közbeiktatott lépéssel a sportág rendelkezésére áll. A felhasználásnak számos módja van, mert hiszen nagyon sok kassa üres, még több kasszára mondják azt, hogy üres, de hát az előbbi van többségben. Tehát én arra biztatnám a jelenlévőket, a döntéshozókat, hogy csak
avval foglalkozzanak, hogy hogy lehet ezt az összeget nem csak sport szempontból, hanem közgazdasági szempontból is, vagy mondjuk úgy, hogy nem azt akarom mondani, hogy nemzetgazdasági szempontból, hanem az adott sportág szempontjából, azért nem egy ágazat. Nem egy ágazat, egy nagyon, nagyon vegyes ágazat, amiben sok minden van, ezt most nem sorolom, mert akkor kiderülne, hogy rám szólnának, hogy nem az egyetemi előadásodon vagy. Tehát ennek a helyes felosztása, és ha nem helyes, akkor még mindig lehet korrigálni, tekintettel arra, hogy hát lényegében a sportág rendelkezésére bocsájtott összegről van szó. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Végszóval is készültem, de ezek után azt gondolom, hogy azt kihagyjuk. Nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy itt voltak velünk a Magyar Labdarúgás Fórumán, hogy megtiszteltek minket azzal, hogy bejöttek a terembe, hogy beszélgethettünk, és abban bízom, hogy találkozunk tavasszal természetesen kint majd a futballstadionokban. Szeretném megköszönni vendégeinknek is, hogy elfogadták a meghívást, és hogy elmondták véleményüket. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra! Yeah.